Pénzt keresni 3D nyomtatással. Ez a sorozat utolsó része, a többi részt megtalálod a videóim között. Bocs az ümmögésére a háttérben, készülnek a milliók. Ott tartunk, hogy rohadt sokat kell adóznod, úgyhogy szívni fogsz, mert nincs olyan adózási kategória Magyarországon, ami támogatná az ilyen egyszemélyes startupokat. Már akkor vastagon fizetned kell, amikor még inkubációs fázisban vagy. Találnod kell egy piacot, amire fejlesztesz egy terméket, amit majd megvesznek, ez a termék pedig brutálisan profitábilis kell, hogy legyen. És nem egy termékre lesz szükséged, ha csak ebből akarsz megélni, hanem inkább 100-ra. És hasonló lehangoló dolgok. Ez a videó a cseresznye a shit sandwich tetején. Az előző videóban azt mondtam, hogy észreveszel majd egy hibát a számokban, egy korábbi videóban pedig azt, hogy tekints úgy a kifejlesztett termékedre, mint egy befektetésre. Ugye egy évre vetítettem le azt a 200 óra munkát, amit beletett a mellékállásos 3D nyomtatósunk, de ez torz képet ad a számokról, még egy évnél is, de hosszabb távon meg főleg. Mert egy befektetés nem egy éves időtávon nézünk, hanem 5-10 évesen. Nekem például van egy termékem, amin eddig összesen 1 millió forintot kerestem. Na, annak a fejlesztése 2019-ben indult. Ez volt az első termékem. Tehát 5 év alatt sikerült rajta keresni 1 millió forintot. Ha erre ráhúzom a befektetéses patekot, akkor az azt jelenti, hogy 1 millió forint profit, 50 ezer forint befektetett összeg, összesen 2000%-os, vagyis 20-szoros megtérülésem van, évente pedig 400%-os, vagyis 4-szeres. De még mindig csak 200 ezer forintot keresek vele évente. De ha átszámolom ugyanezt órabérre, mint a mellékállásos példánál, akkor 250 ezer forintos órabér jön ki. Tehát a videósorozat konklúziója az, hogy ez nem egy sprint, hanem egy maraton. Nincs olyan, hogy könnyű és gyors meggazdagodás, itt is évekig dolgozni kell. Marketinges mérnök, gépkezelő projektvezető, és még ki tudja hány dolog vagy egyszerre. What is a weekend? Kockázatot kell vállalnod, hogy olyan dolgokba teszel időt és pénzt, amikben egyáltalán nem vagy biztos, hogy sikeresek lesznek. Ezt pedig mind anyagilag, mind pszichológiailag el kell bírnod, ami főleg az elején nehéz. Ez nem gatekeeping. Csak próbálom ellensúlyozni a sok álomárust, akik azt mondják, hogy jövő héten már milliómos leszel. Ha most elkezdesz valamit, abból lehet, hogy csak 2, 3 vagy 5 év múlva lesz látható eredmény. Úgyhogy ha van valami, amiért lelkesedsz, és látsz benne fantáziát, kezd el most!